Tavaly áprilisban fogadta el az országgyűlés a halgazdálkodásról és halvédelméről szóló törvény módosítását, majd az év végén a jogszabály további módosításáról döntött a parlament. Fontos változás, hogy 2016-ra és az azt követő évekre már nem adható ki kereskedelmi célú halászati engedély a természetes vizekre. A Magyar Országos Horgász Szövetség szerint ezzel a természetes vizeken regenerálódhat, fejlődhet a halállomány, amihez hozzájárul majd a non-profit halgazdálkodás. Az állami horgászjegy és a korábban külön dokumentumként kezelt fogási napló pedig az idei évtől egy közös kiskönyv formájában érhető el. Az okmányt most már a Magyar Országos Horgász Szövetségen keresztül a megyei forgalmazói pontokon adják ki. A régi rendszerhez képest egy egyszerűsített okmányról van szó. Korábban ugyanis volt állami horgászhegy, aztán volt angol nyelvű horgászhegy, német nyelvű horgászhegy, aki ilyet igényelt, volt egy fogási napló, volt még tagsági bélyeg, alá kellett írni a horgásznak egy nyilatkozatot, amiben arról nyilatkozik, hogy nem volt különböző büntetésekkel sújtva, vagy nem áll eljárás alatt. Ez most leegyszerűsödött, részben az érdekképviselet nyomására. Egy új horgászokmány kerül forgalomba, első alkalommal. Itt egyben van szerkesztve az állami horgászhegy és a fogási napló, és gyakorlatilag az összes többi, amiről beszéltem, az kimaradt, tehát egy okmányba sikerült ezt besűríteni, és ebbe az irányba próbálunk meg elindítani. A jövőben természetesen várhatóak egyéb módosítások is. A kártya alapú okmányok irányába szeretnénk mi is elmozdulni. Az új okmány alapesetben 2200 forintba kerül, 200 forint a fogási napló, 2000 az állami horgászjegy. Azonban, ha valaki nem adja le a tavalyi évi fogási naplóját február 28-áig, csak emelt áru horgászjegyet válthat, ami már 4000 forintba kerül. A 70 éven felülieknek, a látás- és hallássérülteknek, a mozgásszervi fogyatékkal élőknek, továbbá a 15 éven aluliaknak az állami horgászjegy kiváltása ingyenes. A méret és tilalmi korlátozások nem változtak az idei évtől, viszont a fogási napló szabályos vezetésére különös figyelmet fordítanak majd a halőrök.